szüleim közül egyik se a pedagógus pályát választotta. Habár biztos, hogy valamit kaptam a szüleimtől, édesanyám Szomba Paradicsom pusztán volt főelőadó, és ott tudjuk, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek oktatásával, nevelésével foglalkoznak, és bizony óvodáskoromtól kezdve az anyu nyaranta, vagy amikor szünet volt az óvodában, vagy az iskolában vitt magával, és nagyon sokat voltam az értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek között, és nagyon szerettem ott lenni. Tehát már pici koromtól kezdve láttam, hogy nem csak a normális gyerekek vannak ezen a világon, hanem bizony sérült és rászoruló, felnőttre szoruló emberek is élnek. Azt valószínű, hiszem, hogy ez nagyon fontos talán kihangsúlyozni, ugye, hogy a gyerekek rendkívül toleránsak, ők elfogadók. Talán, hogyha több kisgyereket több kisgyerek kerülne olyan körbe, ahol értelmi vagy hátrányos helyzetű gyerekek vannak, akkor talán felnőttként is sokkal befogadóbbak lennének. Ez egyértelmű. Hát az egyik legfontosabb pedagógiai hitvallásom, azt hiszem, az a fajta komprehenzív iskola, ahol mindenfajta társadalmi rétegből és mindenfajta részképességzavarral vagy nagyon tehetséges, nagyon intelligens, nagyon okos gyerekek kerülnek egy közegbe, egy osztályközösségbe, és bizony az a fajta szociális kompetencia, ami ugye nagyon divatos kifejezés a mai világunkban, ez maximálisan fejlődne. De hogy lehet ezt megvalósítani? Hogy tudnak fejlődni így a gyerekek? Ez egy kívülálló szemszögéből elég furcsán hangzik, hogy lehet így fejleszteni igazán. Hát én úgy gondolom, hogy ez tőlünk függ, felnőttektől, emberektől, de elsősorban tőlünk, pedagógusoktól, mert úgy gondolom, hogy ha mi lelkünk nyitva áll, és a mi pedagógiánk, a pedagógiai ötlettárunk, módszertanunk gazdag, változatos, követi a változásokat, és megújulásra kész, én úgy gondolom, hogy ez automatikusan jön az emberből. Mert ugye pedagógusnak tanulni lehet, de én azt hiszem, hogy arra születni kell. Hát erre születtél, ez biztos az elmúlt 21 esztendő ezt bebizonyította. De akkor kicsit térjünk vissza a családhoz, hiszen most egy kicsit belemerültünk már a pedagógiába, de szeretnénk téged jobban megismerni. Édesanyádról már beszéltél, édesapád, esetleg testvérek? Nincs testvérem, sajnos nincs testvérem, ez mindig egy nagy fájó pont lesz az életemben, de én úgy gondolom, hogy szüleim kárpótoltak minden ilyen hiányt, mert szüleim nem csak szülőként voltak háttérben egész pici koromtól kezdve az életemben, hanem szinte szellemi társaim is voltak. Ugye erre nagyon nagy szükségünk van, hogy a napi dolgokat, vagy a heti, vagy egyáltalán az örömeinket, bánatainkat megosztani valakivel. Erre ők nagyon jó partnerek voltak pici koromtól kezdve. Édesapám sem pedagógus volt, és nem ezt a pályát választotta. Az ő meséiből tudom, hogy agrármérnök szeretett volna lenni, de akkoriban ezt nem tehette meg. Ő gépésztechnikusként az MMG-ben dolgozott, és azt hiszem, azt a fajta óriási alázatot az emberekkel szemben, a küzdést célirányosan előre, ezt tőlük és tőle tanultam. Mert hogy küzdés volt az életedben jócskán, interneten e-mailbe átküldtél nekem egy önéletrajzot, hát rengeteg oldallal, és ilyen képzés, olyan képzés, akkreditált képzések vannak mögötted, és nem beszélve ugye a diplomákról, amiből 5 is van a tarsolyban. Tehát ez azért azt gondolom, hogy mindenképpen hát egy küzdőszellemről árulkodik. Pedig hidd el, semmilyen nem volt a háttérben.
Tehát én ezt nem küzdelemnek fogtam föl, hanem egyszerűen, amire az életem adtam, és amit egyszerűen szeretek csinálni, szeretem a gyerekeket, és szeretem a hivatásomat. Én ennek érdekében megtettem mindent, amit én úgy gondolom, hogy egy pedagógusnak meg kell tenni. Először autodidakta módon kezdtem képezni magam, mert csupa-csupa problémás gyerekkel találtam szemben Zombán, de először képesítés nélküli tanítónéniként Felsőnánán dolgoztam, és ott bizony összevont osztályokban kezdtem a pályámat, és muszáj volt képezni az embernek magát, hogy a különféle helyzetből érkező, különböző tudás alapokról érkező gyerekekhez hogy lehet a kulcsot megtalálni. Úgyhogy elkezdtem képezni magam, és hogy mondom... Hogy jött egyébként ez az életedbe, hogy elkerültél egy intézménybe képesítés nélkül tanítani? Hát igazából... A véletlen? Igen, azt Terelt hiszem, végül is így erre a van. pályára? Nem, ezt mindig tudatosan szerettem volna, tehát nem, nagyon szerettem volna, tanítónéni szerettem volna mindig lenni. Tehát erre készültél Így van, akkor. Igen. Oké, és akkor most folytathatjuk, tehát Felsőnánán kezdtél. Felsőnánán kezdtem, ott 2 évig képesítés nélkül tanítottam, majd a főiskola elvégzése után szülőfalomba Zombára kerültem, itt 11 évig tanítottam. Először nagyon-nagyon jó képességű gyerekeket kaptam, szárnyaltunk, versenyeket nyertünk, színjátszó szakkört tartottam, és tényleg olyan élvezet volt minden, és zökkenőmentes volt minden. Aztán megszületett 93-ban a lányom, és amikor visszamentem dolgozni, utána pedig csak olyan gyerekeket kaptam, akik veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, nagyon súlyos részképességzavaros, értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott, vagy nagyon tehetséges és nagyon intelligens gyerekekből állt. Na ez volt az igazi fordulópont az életemben, mert amit már az előbb is említettem, először autodidakta módon kutakodni kezdtem, hogy hogyan tudnám megtanítani az olvasni nem tudó gyereket olvasni, tanulni, de értse is, amit olvas, amikor harmadik osztály elején sem tudott még olvasni, és így kezdtem képezni magam. Először a nyelv és beszédfejlesztő szakot végeztem el, és utána lettem gyógypedagógus. És aztán hogy vezetett az utad egészen az ötös iskoláig, főleg hát az igazgatói posztig, hiszen ugye mondhatjuk, hogy tanárnak lenni, meg tehát tanítani, és egy intézményt vezetni, hiába az pedagógiai intézmény, ég és föld. Itt bizony még a beszélgetés kezdete előtt mi váltottunk pár szót, és ugye végigjártuk, hogy mi mindennek kell megfelelni ahhoz, jogásznak, közgazdásznak, és még stb. Szakmát kell professzionálisan érteni ahhoz, hogy valaki egy intézmény élén jól tudjon dolgozni. Igen, most már ezek után azt mondom, hogy óriási bátorság kellett, és talán még vakmerőség is ahhoz, hogy az ember ebbe a nagy homályos jövőbe belevágjon, mert igazából így van, nem vagyok közgazdász, nem vagyok jogász, nincsenek gazdasági ismereteim, nincsenek pénzügyi tapasztalataim, de én úgy gondolom, aki ezt az igazgatói mi volt ott bevállalja elsősorban, hiszen senkinek sincs ilyenfajta előélete, mert ezt mind meg lehet tanulni, de én hiszem és tudom, hogy elsősorban embernek kell megmaradni, tele alázattal és tele olyan emberi értékekkel tele lenni, ami elengedhetetlen a pedagógus létnek is, elengedhetetlen feltétele és a vezetői létnek is, ugye az alázat, a tolerancia, a másság maximális elfogadása és tisztelete, folyamatosan tanulni és képezni az embernek magát, napra késznek lenni az új pedagógiai, és nem csak a pedagógiai, hanem a gyógypedagógiai, pszichológiai ismeretekben,
az idegélettani háttérben, mert minden problémás gyereknek a hátterében valami idegélettani probléma is, vagy pszichológiai probléma is áll, vagy családi eredetű probléma, és én úgy gondolom, hogy az, ami ehhez a munkához kezdetben elengedhetetlen is kell, az azt úgy éreztem, hogy ott van. A többit pedig meg akarom, és meg fogom tanulni. De gondoltad volna valaha, hogy iskolaigazgató lesz belőled? Nem, sose. Gondolom néhány hónappal ezelőtt sem. Nem. És még dédelgetett álmaim és vágyaim között sem szerepelt. Nekem a dédelgetett vágyaim és álmaim között az szerepelt, hogy befejezem még a gyógypedagógiát, azt a 2 évet, ami még az egyetemen vissza van. Úgyhogy azt most nem tudom. Aztán dédelgetett vágyaim között szerepel még a pszichológiának az elvégzése, hiszen a gyógypedagógia alapvetően feltételez egyfajta pszichológiai, lélektani, gyermek-lélektani jártasságot is, és úgy gondolom, hogy ez nagyon társ tudomány, és ezt még szerettem volna, de hát ami késik, nem múlik, de hát ez közbe szól, de hogy szólt közbe? Január elején Nagybaracskáról fölhívott a polgármester. Nagybaracskán 1-2 évvel ezelőtt szakértőként dolgoztam, elég sok óra számban, és én úgy gondolom, hogy emberileg, szakmailag közel kerültünk az ott dolgozó önkormányzati dolgozókkal, valamint az iskolában dolgozó pedagógusokkal, és a polgármester január magasságában felhívott, hogy szeretne felkérni arra, és kér arra, hogy gondolkozzam, hogy az igazgatói állást ugyanúgy augusztus 1-jével vállaljam el. És akkor ez egy kicsit ijegység, és mindenféle dolog elfogta az ember, de én arra nemet mondtam. Óriási kihívás lett volna, mert nem csak egy AMK élének vezetői állására kértek föl, hanem egy gyógypedagógiai centrum létrehozására is. Azért mondtam nemet, mert a lányomnak még itt 3 éve vissza van a gimnáziumból, és nem szerettem volna az ő kis életét megbolygatni, hiszen jól érzi itt magát, egy nagyon jó osztályközösségben van, és nagyon jó tanárai vannak. Ezt úgy gondolom, hogy nem tehettem meg vele szemben. És akkor... Mert hogy akkor menni kellett volna a Akkor költözéssel járt volna ez a dolog, hát minimum bajára kellett volna költözni. És egy véletlen folytán az 5-ös iskolában, február-március elején egy néhány kollégával beszélgettem, és elmeséltem nekik ezt a dolgot, és akkor, hogy igen, meg tényleg, te benned vannak ilyen ambíciók is, és akkor mondtam, hogy ez semmi, tehát én nem kerestem ezzel kapcsolatban senkit sem, megkértek, és igen, elgondolkodtam utána, hogy ha én lettem volna, és hogyha ezt elvállaltam volna, akkor én milyen iskolát szerettem volna csinálni. És akkor mondták, hogy gondolkozzam, és próbáljuk meg. Tehát így jött ez az 5-ös iskolai dolog. De aztán úgy hirtelen... Végiggondoltad, úgy döntöttél, hogy megpróbálod, de aztán egy igen hosszú, kemény, 4 hónapos pályázati időszak van mögötted, amiről szintén így beszélgettünk korábban, hogy ez egy igen idegörlő és nehéz időszak volt. Mindenképpen, és ilyenkor az ember már nem önmagára gondol, mert egy iskola élén állni, Ez nem arról szól, hogy én állok az iskola élén, hanem én képviselek valamit és valakiket, egy nagy közösséget, egy tantestületet, és hát ez igen, tehát ez embert próbáló dolog volt, és nem elsősorban rám nézve volt nagyon kemény, hanem az iskolára nézve, hogy majd mit fog meghallani ebből a város, mi fog kiszivárogni, ez pozitívan, negatívan jön ele, ez nagyon-nagyon kiszámíthatatlan dolog. Az biztos, hogy ha egy olyan fórum elé kerülök, és beszélhetek, akkor én kérni fogom, hogy ezt a szakaszt rövidítsék le, és valami sokkal célirányosabb megoldást keressenek.
De hát sikerült ugye vége ennek a kemény 4 hónapnak is, és hát már sikerült belekóstolni ebbe az igen emberpróbáló feladatba, ami ugye hivatalosan most augusztus 1-jétől látsz el, de hát már június, vagy pontosabban a július hónap az szinte abból állt, hogy te erre készültél, és próbáltad tanulmányozni a feladatokat, a lehetőségeket. Mit látsz magad előtt most? Hát óriási feladatot, sok-sok feladatot, nagyon sok feladatot, nagyon sok határidős munkát. Mindenképpen szerettem volna, hogyha az ötös iskolába járó gyerekek olyan falak közé kerülnek szeptember 1-jével, ami minden szempontból megfelel az elvárásnak, legfőképpen a higiéniai elvárásoknak. Így nagyon sok termet felújítottak, festettek, mázoltak, és a leendő kis elsőseink teljesen tiszta falak közé és szép színes falak közé fognak kerülni. Én úgy gondolom, hogy már egy alaphangulatot meghatározó dolog ez. Szép színes falak. Általában fehér vagy ilyen világos halványsárgák szoktak lenni az intézmény falai. Íme egy ízivéri pedagógus, akinek nem mindegy, hogy milyen színű a fal, ugye? Igen, ez nagyon fontos. Ugye sok pszichológus és pszichiáter is elmondta, és szakirodalmakban lehet olvasni, hogy a színeknek milyen meghatározó szerepe van az ember hangulatának javítására, vagy éppen az ellentétes hatás elérésére. Itt abszolút pasztelszínekről van szó, de a fehér plafon mellé a sárga különböző színárnyalatait vitték a festők a falakra, vagy kellemes zöld a tornaterem öltözőinek a fala. Tehát fontos. Igen, igen. És ez a külső. A belső is nagyon fontos az, hogy amikor belépnek a diákok az intézmény falai közé, ott milyen hangulat, milyen pedagógusi légkör fogadja őket. Ezen próbálsz-e változtatni, szükséges-e változtatni, és ha igen, akkor milyen mélységben és milyen mértékben? Amit már többször is elmondtam kollégáimnak tantestület előtt, hogy a változást és a folytonosságot és a változást szeretném képviselni. Folytonosságot abban az értelemben, hogy minden jót, minden pozitív eredményt maximálisan szeretnék folytatni és támogatni ezentúl is. Változást pedig abban az értelemben, hogy teljesen más vezetői stílusra szeretném a hangsúlyt helyezni. Maximálisan partnerségre törekszem kollégáimmal, a szülőkkel és a gyerekekkel kapcsolatban, vagyis és a külső kapcsolatokban is folyamatosan keresem a pozitívumokat, és szeretném ezt az iskola javára kamatoztatni természetesen. Én még néhány konkrétumra lennék kíváncsi, például a pedagógiai munkában. Ugye rengeteg képzés van mögötted, rengeteg mindent mélységében ismersz, tudsz. Próbáltok-e valamit újítani a pedagógiai szemléletben? Hát a gyerekcentrikusság hangsúlyozása azt hiszem, hogy mindenek előtt. A gyerek maximális és minden egyes gyerek maximális elfogadása, a másság tiszteletben tartása elengedhetetlen az induláskor. Nagyon fontosnak tartom még, hogy folyamatos szakmai konzultációk legyenek. Ugye tudjuk, hogy a szivárványiskolát tagozatként hozzánk csatolták. Nagyon nehéz feladat és óriási feladat hárul ránk, hiszen az intézmény átszervezés nem kis dologgal jár. Éppen ma voltam a szivárványiskolába, és azt beszéltük a kollégáimmal, hogy módszertani napokat szeretnénk tartani. És nem csak azért, hogy ők gazdagabbak legyenek, a pedagógiai repertoárjuk nőjön, mármint a kollégáimnak, hanem azért is, hogy a két tantestület emberileg közelebb kerüljön egymáshoz. Szemléletváltásról beszélünk ugye folyamatosan. Nagyfokú szemléletváltás szükségeltetik
mindenhol, én azt hiszem, hiszen ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gyerek zökkenőmentesen fejlődjön. És hát ahogy így most megismertünk téged ez alatt a jó néhány perc alatt, azért úgy gondolom, hogy ebben az iskolában, ha rajtad múlik, akkor biztosan lesz szemléletváltás. De egy kis pihenésre jut-e idő? Itt vagyunk a nyár végén, te most kezdtél igazán fejest, vagy most ugrottál igazán fejest a nagy munkába. Tudsz-e lazítani így még szeptember előtt, vagy szabad-e? Most nem igazán, de amit csinálok, és amit eddig elértünk az iskolában, a két intézményben, én úgy gondolom, hogy ez óriási hajtóerő, és motiválja az embert. Nincs időm most szünetelni, és nyaralni menni, de nem bánom, és nem sajnálom, hiszen én ezt vállaltam, és hogyha az ember vállal valamit, akkor ezt csak úgy szabad csinálni, hogyha tőle telhetően maximálisan csinálja. Én úgy érzem, hogy nekem ezt most így kell csinálni, és én, amit már beszéltünk is talán itt az elején veled, hogy én ezt abszolút nem kényszerhelyzetnek fogom fel, hanem egyszerűen szolgálat, ezt csak így lehet csinálni, ezt másként nem. És a család hogy fogadta? Örült neki, vagy azt mondta, hogy úristen, most esetleg még kevesebb idő jut az anyára, ugye, hogy a lányodat vesszük figyelemben. Vagy elfogadták, és gratuláltak hozzá, és mindenképpen bátorítanak és segítenek. Igen, ez nagyon érdekes dolog. Büszke vagyok a lányomra, mert felnőtt fejjel, felnőtt gondolatokkal és hozzáállással állt mellettem végig a pályázati szakaszban is, és amikor az elején megbeszéltem vele, hogy akkor anya most ezt fogja tenni. Félelem is volt benne, és óriási öröm, ez természetes. Sok helyzetben ő volt ott mellettem, és fogta a kezem, és együtt sírtunk és nevettünk. Ők így ismernek már. A párom nem ebben a szakmában dolgozik, ő agronómus, és teljesen más területeken mozgunk. Talán ez így jó is. Ők mindig is keveset látnak engem, mert ez a jó pár év ez arról szólt, hogy reggel korán elment az ember, és este 7-8-ra ért haza, mert volt a pedagógiai intézet, meg volt sok minden más napközben, de esténként mindig jöttek a terápiás csoportok, idegrendszeri mozgásterapeutaként, anyanyelvi készséghiányos, részképességzavaros, autista, hiperaktív, magatartászavaros gyerekek terápiájával is foglalkoztam, ezt bizony esténként csináltam, vagy késő délutánonként, tehát igazából ugyanezt fogják most végigélni, csak egy picit mást fogok csinálni. Akkor én engedd meg, hogy gratuláljak ehhez az új feladatkörhöz, sok sikert kívánjak, jó helytállást, és hát mindenfélét még, amit esetleg lehet annak érdekében, hogy ez tényleg úgy menjen, ahogy azt itt most elmondtad. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. Itt voltál. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót!